Sziasztok! Üdvözöllek a Játszódj velem adón! Ma egy nagyon visszataszító dolgot fogok megmutatni, mégpedig egy Mushy Slushy Machine-t a Trashpack Grocery Gang-től. Ezek ilyen nagyon visszataszító, romlott ételek. A groceries azok bevásárlást jelentenek, és a groceries az azt jelenti, hogy hát visszataszító, gusztustalan bevásárlások. 5 évesnél nagyobb gyerekeknek való, és 2 slushy grocery van benne, egy rózsaszín és egy zöld, ezek itt fent. Nem tudom, hogy milyen ízűek kéne ezek legyenek, nem is akarom megkóstolni. Hát itt minden meg van romolva. Ez a slushy gép, ez azt hiszem, hogy nyákkal működik, mert ez itt nagyon gusztustalanul néz ki, az ott folyik le. Lehet, hogy ismeritek az ilyesmit a fast foodtól, ahol ti tölthetitek ki magatoknak az innivalót. Itt is így működik, csak lejárt dolgokkal. Nagyon finomnak hangzik. Na gyertek, akkor csomagoljuk ki ezt a Mushy Slushy gépet. És nézzük meg, hogy hogy is működik. Tehát, kicsomagoltuk a Mushy Slushy gépet, és itt van ez a 2 grocery. Hát... egyszer kell tippeljek, hogy mik ezek. Szerintem ez jeges tea, vagy citromos limonádé, és ez pedig málnás, vagy epres. Normálisan kéne legyen nevük is, de nem látom sehova felírva. Úgyhogy nem tudom, hogy hívják. Ezt a 2 mindenképpen odafel be lehet helyezni ebbe a pohárba, és utána ezekkel a kicsi poharakkal pedig kiszedhetjük, letölthetjük őket. Lenyomjuk ezt, és hopp! Ki is jött mind a 2 ebbe a kicsi pohárba. Olyan, mint egy igazi slushy gép. Azon kívül van itt egy kis hűtőszekrény. Ebbe csak ilyen karton grocery-k vannak. Ellenben, hogyha vannak nektek ilyen grocery-tok, azokat oda mind beletehetitek. Egy kicsit úgy néz ki, mint egy hűtőszekrény, de igazából csak egy szekrény, mert teljesen hiába lenne hűtőszekrény, mert úgyis minden meg van romolva. Itt van egy ilyen kis csap, ebből nyákot tölthetünk, illetve azt hittem, ez nem is működik. Ez úgy működik, mint egy katapult. Figyeljétek csak, ezt itt lenyomom, és oda fel bele fogom dobni a slushy-t. Leveszem a kupakját. 1, 2, 3, hoppá. Hát ez nem volt elég erős, nem is olyan könnyű. 1, 2, 3, hoppá. Hát ez jól elrepült, ez nem sikerül olyan nagyon. 1, 2, 3, na, ez már sikerült, nem is rossz. És akkor itt lent ki is tölthetem egyből. Én azt hittem, hogy odafel nyákot kell beletenni, de azt ki is fogom próbálni. Fogok odafel tenni egy kicsi nyárkát. Szerintem nagyon passzol a megromlott élelmiszerekhez a nyák, úgyhogy akkor visszahelyezem a grocery-met ide ebbe a szekrénybe. Úgy. És elővettem egy kicsi nyákot nektek, ilyen zöld slime-ot. Nagyon gusztustalan, ide felbele fogom azt tölteni, és megpróbálom utána lent beletölteni a poharamba. Tehát itt lent már egy nyák katasztrófa kezdődik. Nem tudom megállítani, ide ebbe a pohárba akartam beletölteni, de úgy látom, hogy nem sikerült, túl híg a nyákom. Ugh. Hát ez nagyon-nagyon gusztustalan lett. Hoppá, nem is akar megállni. Egyre csak több nyák jön ki innen. Nincs is elég poharam, hogy letöltsem az egészet. Fúj. Tehát itt most lóg ki ez a nyák, és be van oda ragadva. Mind húzom, és egyszerűen nem lesz vége. Fúj. Tehát ennyit akkor a Mushy Slushy géphez.
a grocery gangtől. Itt van egy csomó nyák, mindenhez hozzá van ragadva. És ott lent még mindig folyik ki. Jaj, és itt fent is. Tehát ez a nyák katasztrófa, ez mindenképpen tökéletes. Nem volt a legjobb ötlet ebbe a gépbe beletölteni a nyákot. A grocery-k ott vannak a hűtőben, jól vannak, köszönik. Remélem tetszett a videó. Írjátok meg a kommentekbe, hogyha tudjátok, hogy hogy hívják őket, mi a nevük. Hogyha szeretnétek, hogy még más nyálkát is tegyek bele ide fel, azt is megírhatjátok. Adjatok egy lájkot, osszátok meg a videót barátaitokkal, és hogyha van más ötletetek, természetesen írjátok meg kommentbe. Megpróbálom itt feltakarítani ezt a nyákot, és hogyha nem abonáltatok még, akkor abonáljatok. Mindenképpen köszönöm, hogy velem voltatok, és sziasztok!